Halló! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Hát most nyomunk egy ilyen fogadóórát próbaképpen, hogy hogyan működhetne a dolog. Nyilván ez csak egy ilyen játék igazából, mert nyilván az órák időpontjában, meg ugye a hivatalos fogadóórám időpontjában mindig elértek meg, ott mindig megtaláltok, tudtok kérdezni. Csak gondoltam, ha már amúgy is ki akartam próbálni a Warzone-t így streambe, hogy hogyan működik, akkor kössük össze, aztán ha gondoljátok, jöhettek kérdezni, akár itt a Twitch-etben, mondjuk ez lenne a legjobb, mert ezt folyamatosan figyelem, de nyugodtan mehetnek a kérdések Discordra is, illetve akár bejöhettek a voice chatbe is, ha gondoljátok. És akkor ott is kérdezhettek nyugodtan személyesen, igazából ahogy kényelmesebb, ahogy jobban esik. Jó? Úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan sikerül ez a dolog. Jó? Nem olyan sokáig leszünk, szerintem maximum 1 óra, de még lehet, hogy annál is kicsit hamarabb befejezzük, mert tényleg ez most csak ilyen próbaképpen menne. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Jó, okés. Na, hát amíg érkeztek, addig meg is nézzük itt a dolgokat. Okés, itt már elvileg pörög is a játék. Adok is rá hangot, hogyha esetleg nagyon hangos lenne, akkor majd szóljatok, és akkor halkítunk rajta egy kicsit. Egyébként meg, akkor megnézem, hogy igen, D-para már látom, itt van a chatbe, pontosabban a Discordon. Hát elvileg Imre is jön, csak ő késik, mert lerobbant hazafele menet, úgyhogy nem baj, addig ketten leszünk. Na, én be is nézek ide a voice chatbe, hogy mi a helyzet. Haló, haló. Hello. Szia, hallasz, hallasz jól, ugye? Ah. Jó. Aha. Na most lehet, hogy én a gémen halkítok egy kicsit már most, mert szerintem kicsit hangos, legalábbis ez a zene biztosan, úgyhogy csak hogy így jobban hallatszódjunk. Jó, akkor ha már írtátok is, hogy a játék picit hangos, jó, akkor halkítottam. Hát a zeném biztos kellett, a többit meg majd látjuk, majd szóljatok, hogyha nagyon, nagyon hangos. Jó, látom, itt már kapom is a friend invite-ot. Ezt a Battle.net-en kell elfogadnom? Zsolt. Szerintem lehet in-game is. Hűha. Megnyomod az F1-et. Ja, látom, már itt van accept, jó. Jó. Bocsi, csak bomba vagyok. Hát, este van már. Jó, akkor mondjátok, hogy halkítsak még a zenén egy kicsit. Okés. A zene amúgy se olyan érdekes. Jó, na hát akkor mondom, akkor kezdődhet a fogadóra, nyugodtan kérdezzetek, tényleg be lehet ugrani ide a Discord voice chatbe is, ha szeretnétek. Mondom, aki esetleg valami illetlenséget mond, azt kibannoljuk első körbe a Discordról. Hogyha hallgatunk, akkor pedig az egyetemről. Úgyhogy, de no hard feelings, csak a szokásos eljárás. Jó, akkor Zsolt, szerintem pörgessük, mert Imre majd érkezik, aztán hát most... Akkor fogadd az imet. Okés. Reméljük működni fog. Elvileg ez a játék is még béta, ugye? Nem. Nem, ez elvileg van, nem? Már teljes. Az bátor, bátor. Jó. Bátor kijelentés. Az, hogy teljes. Na és akkor indítottad, vagy? Most indítom. Jó, oké is. Na, aztán meglátjuk majd, hogy megy ez a dolog. Sziasztok! Látom, azért érkeztek. Tessék? Streamelném én is, csak nekem a kodot se bírja el, nem, hogy még streamet is mellé.
Ja, aha. Hát igen, ez azért kell már egy jobb gép. Már magához tényleg a játékhoz is. De még nekem is vannak ilyen beállítási gondjaim, tehát például nekem, hát majd most kiderül, hogy a game-mel mi a helyzet. De nekem in-game is fixen 60 FPS-en van. Tehát lefixelje 60 FPS-re, amikor 144-es a monitorom, tehát ilyen furcsa dolgok vannak. Nem ultrán megy, dehogy is. Nem. Hát akkor a stream nem menne. Így is majd szóljatok, hogyha esetleg a stream szaggat vagy ilyesmi, akkor visszaveszem, mert a GPU-ról streamelek. Aztán annak mindig vannak ilyen érdekességei. De hát mondom, ez csak egy ilyen próba stream tényleg, hogy működhet. Na tessék, látjátok, megint 60-on van a... Arra van fixálva az FPS. Vannak itt érdekes dolgok. Szóljatok, hogyha hangos a gép. Szerintem egy kicsit halkítok rajta. Nekem is felhangosította volna milyen. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Jön majd a harmadik ember, csak lerobbant. Kicsit késik. Így a chatbe, ha kérdezitek. Na, hova menjünk? Itt rád bízom magam, mert te tapasztaltabb vagy. Hát szerintem úgy ide kb. Vagy ide. És odáig el tudunk ugrani? Aha. Csak előbb kell nyitni az ejtőernyőt. De gyorsabb, mint egy PUBG-ből például. Hát, ez nekem sokat nem segít. Szólj, hogyha mehetünk. Szerintem ugorhatunk. És szerintem egyből nyírd az ejtőernyőt, amint lehet. Úgyhogy ha nem akarsz túl sokat ejtőernyőzni, akkor ide is jöhetünk. Figyelj, rád bízom, igazából mindegy. Meg tudsz gyorsabban, hogy C-vel elvágod a ejtőernyőt, majd újra kinyitod. Igen, azt tudom, mert kicsit próbálgattam én így a hétvégén, meg nem nézegettem. Bár én azért csak hétvégén próbáltam ki. Sok kérdés van még azért. Nyugodtan kérdez. Igazából nálam már november óta pörög a kod, szóval láttam már egy-két dolgot. Ja, mert ugye a Modern Warfare akkor jött ki, ugye? Yeah. Aha. Warzone meg mikor van, március elején? Hát egy pár hete jaj. Végén. Na, van itt valami? Hát figyelj, le kell menni, aztán szét kell nézni. Meg a gyere te itt. Én megyek a másik oldalon. Kicsit most morcos, hogy már két hete nem játszottam vele, aztán laggol. De kezd meg ahhoz élni. És mit gondolsz erről a gulág részéről? Ha hát meghalsz, figyelj, akkor még van második esély. Én nagyon, nekem nagyon tetszik ez a dolog, mert ugye PUBG-be is, amikor így játszottunk esetleg squadba vagy ilyesmi, akkor te elején leszettek, akkor így esélytelen, ott ücsörögtél 20 percet vagy 30-at akár. Viszont várj, mert itt van valaki. Down over. Ad. Aha. Valószínűleg lesz, mint társai. Meg itt például az is jó, hogy ugye automatikusan felveszi a cuccokat, nem kell az, hogy most F-et nyomkodod, hogy felvedd az ammót például. Az ilyen létfontosságú dolgokat, azokat egyből felkapja. Hát meg talán itt a loot is olyan jobb, vagy nem tudom, hogy hamarabb megvan a cucc. Hát igen. Igazából szinte csak a lőszerre kell figyelni.
Majd ne darált szét mindent. Hello, sziasztok! Hello! Hello, hello! Akkor ide értél? Itt van a lolatása. Ide értem, bocsi, csak a Simpson nem egy megbízható gép. Hát igen. Mondd az infót, merre van? Ha látom. Tegeltem. Benyomták a radart. Leveted. Társa megint nem fog jönni. Rosszul hallottam. Nem, még benn van egy itt. Kaptam a molót. Ide fent van. Hand. Örülök, hogy segíthettem. Letartottam csípával. Armorod nincsen? Véletlen. Egy van. Hol vagy? Itt vagyok. Köszi. Hát kéne valami jobb. Itt fájtoltak. Jól hallottam. Még lehet azt csinálom, hogy a buy stationnél veszek inkább armor packet és armor bundle-t. Az ugye automatikusan 5-öt, tehát maxra tölti. Gondolom, hogy nagyjából ezeket úgy már nézegettem meg, tényleg próbálgattam, de például itt a ilyen UAV-t lekérni, meg ilyesmit, fogalmam sincs, hogy kell. Várj, ezt kidobom neked az armor bundle-t, aztán veszek még egyet. Hát azt hiszem alapból a hatosan van a jó évi. És elég hasznos dolog. Ja, azt tudom. Megmondom, néztem tőled ilyen streamereket, hogy ők hogy játszanak, bár nyilván ez sokat nem jelent. Pont tegnap néztem én is például a Disrespected. Aha, itt fellőttek valamit. Ott egy loadout drop. North fele. Aha, látom. Próbáltunk rájuk menni. Tört ott egy... Más is lövi őket, vagy... Nem tudom, én is azt néztem. Ha nem, akkor megpróbáltunk rájuk menni. De talán még onnan a másik ház felől lövik. Az a baj, hogy az ő... hogy mi a loadout dropjukban, nem tudjuk szedni. Jobb oldali ablakból lőnek. Kapott egy ilyet. Ó, basszus. RPG. Hát itt két oldalról lőnek, szóval. Még gulár. Oh. Megyek én is. Közben itt írják, hogy Parának már több órája van a játékokban, mint nekem az életben. Megy közép, megy túloldal. Ledobott a gránáttal. Nem figyeltem, mondhattam volna. Hát az a baj, pénzem sincs, hogy visszavegyenek. Hát majd kiderül, ha egyáltalán vissza tudok menni. Hogyha olyan dupla shotit kapsz, mint ott lent a srácok. No, nem majd kapta, akkor mindig. Hűha. A srác is tehetséges amúgy. Éjjj! Ez a stun grenade, ez valami katasztrófa. Az biztos. Szia, Ceva! Én utálom. Mi újság? Na jó, akkor szerintem inveljük be
Imrét is. Itt Bocsi, vagy? itt vagyok. Aha, telefonáltam. Mondjam a tegemet? Menjem. Ja, jöhet. Nagyi. Igen. Nagy W. Igen. Nagy W Valentos Vent és Sausage megint nagy S-sel az elején. Vagy inkább leírom, lehet az a legegyszerűbb Discordon. De meg egy... A teget is. Igen, a tag akkor az 7680. Igen. 969. Jó, remélem. Jól írtam. Aha, jött. Egyébként az a másik, az a Plunder is elég jó. És most már Blood Money a neve. Ott ugyanaz, mint a Battle Royale, csak ott már abból egy loadout-tal kezdesz. Uh-huh. És az a lényege, hogy minél több pénzt, hogy összeszedjetek. Aha, aha. Néztem ott valamit ennek kapcsán. Valami kis videót mutatott nekem a game. De csak a Battle Royale rendes. Mehet közben? Indíthatunk, aha. Szeval, csak viccelsz. Ja, mindenki, aki most Valorantot néz, az most eltűnt majd hozzám engem nézni, hogy mit várzónozok itt. Biztos így van. Most a Disrespective streamen, majd biztos behoztol. Hát vagy úgy lesz vele, hogy leállítja, az berédel. Nagyon örülnék neki egyébként. Na, hát kicsit jobban néz ki a játék. De hogy azt nem értem, hogy ugye nálatok random megjelenik Ghost a háttérben. Aha, néha az úgy. Nekem olyan rossz a grafika, hogy az se jelenik meg. Igen? Aha. Tudom, én meg lejjebb akarnám venni a grafot, mert nagyon főzi a gépet. Ninja Raccoon idővel. Elvileg jövő héttől már lehet. De majd meglátjuk. Milyen taxal kezdünk Early-ben? Hát... egy olyannal, hogy nem downtownra megyünk. Jó. Szerintem az kezdés jó lesz. Én általában az Early Scavenger-t szeretem, abból gyorsan van egy loadout drop. Hát én ilyen... meg lehet zászlózni. Hát én inkább a Scavenger, és hát igen. Scavenger az a legjobb. Abból simán van egy loadout dropunk, meg egy jó évink Early-be. Nem vagy zászlózni, vagy ha sokan vannak, mehetünk akár bounty-ra is. Hát én általában ilyen fél agresszíven játszok. Tehát így félig lootolós, aztán hogyha valaki közelben, akkor nem próbálok rámenni. Csak a nézőknek mondom, hogy a srácok, tehát D-para is, meg Imre is e-sportolóik voltak a Hackers-be. A múlt időt azért mondom, mert én, amikor én voltam. Most nem tudom, hogy ott vagytuk-e még, de akkor igen. Nekem is leáldozott. Nekem is. Ugye te Overwatch-ot voltál, sőt te Overwatch középvezető voltál, Imre. Nem, én Paladins középvezető voltam. Paladins, bocsánat, Overwatch? Az ingyenes Overwatch, mindig. Igen. Igen, igen, a szegény ember Overwatch-a. Szerintem mehetünk egy Boneyard-ra közül. Jó. Oda a déli rész az szokott tetszeni. Akkor én ugrok a repülőhöz. Jó. Hát van ott egy pár. Jelöltem. Utána meg melyik hangárhoz a scavenger-re. Szóval két nagyon jó játékosról beszélünk egyébként. Hát még azért... kettőről? Hol vannak? Most ezzel nyomást is helyeztem rájuk, hogyha nem lesz ma win, akkor meg fognak bukni. Mondjuk Imre most nem hallgatom. Ja, de, hogy ne, prog egyből, prog de, egyből. De, prog persze. Egyen. Na hát akkor simán, prog egy bukó. Nem, viccel. De jó. Semmi. Ugrottak ránk. Én látom. Hogy? Na látom. Ott van. Kicsit közelebb. Pingeltem. Rajtam van egy is, van fegyúja is. Haltam. De hogy haltál?
Gulag player. Vigyázzatok, két tím is ugrott, vagy három oda. Gyorsabban nyomta a bal gombot. Én már a gulágban vagyok. Jöttem, jövök vissza. Oké, okay, én itt várok. Nem, majd más nem nyomunk ilyen spectate streamet. A scavenger-t felvették, ugrok mögéd ide a hangárba. Voltak itt? Vannak még szerintem mindig. Ami fegyó kéne. Itt még üres. Itt. Halt egyből. Van egy rekon, ezt nem veszem fel most. Szerintem valahol itt a közelben vannak. Össze tudjuk dobni rá amúgy. Csak keresni. Adom, adom. Szerintem mehetünk oda. Dobjuk össze. Mehetünk szerintem oda. Jó. Megnézze a mindent? Ja, nem. Itt körbe is van a nagy hangáron. Ja, csak még a gépbe is van. Hát meg csak az elejében voltam. Dobok pajzsot, még van egy. Köszönöm. Jó, nehéz vagy. Ó, áthelyezték a revive-ot. Jó étvágyat, Ninja Raccoon. Hova menjek? Jöjjék ki. Keresni kéne valamit. Igazából most már két pod is van, szóval... Hát jöhetünk ide? Hol? Ingeltem. Aha. Mehetünk. Felveszem Renatot. Meddig scoutolok egyet. Meg ha... Ah, vannak ott. Vannak? Ah. Szóval kicsit távolabbra indulunk. Jaj. Ah, már lőnek. Ott is láttam egyet. Kettő. Egy down over. Szedtem. Felveszem rá, nem, még egy. Bárcsak ne lagolnék ennyire. Sorry. Nem gond. Már tudom eltalálni. Fors kém lett. Hello Kekerényi, nem, most nem programozás, most fogadóra van. Csak amíg jönnek a kérdések, addig pörgetünk pár Warzone-t. Mondjuk ilyen unofficial fogadóra, mert a hivatalos fogadóra nem ilyenkor van, de... Ja. Indítjátok az újat? Már mehet. Ja. Okés.
És hogy megy nektek ez a távoktatás, rácok? Mármint, hogy a hallgatói szempontból milyen Húzós. tapasztalatok vannak? Hát... Nekem ilyen is. Tehát van olyan tárgy, amiben többet segített. Valami meg csak rontott rajta. Mondjuk a számon kérésen sok fog múlni, ugye, hogy az Igen. hogyan. Ugye most ennek kapcsán ki is jött egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy dékáni utasítás, de ilyen iránymutatás, hogy hogyan is kéne ezt csinálni. Hát nem lesz egyszerű, de hát meglátjuk. Ugye az a jó, hogy ugye ez ilyen félmed, ilyen kísérleti dolog is, tehát ha úgy menet közben kiderül, hogy valami nem az igazi, akkor azért lehet rugalmasan módosítani a dolgokon. Nyilván alapvetően az lenne a cél, hogy nyilván a hallgatókat ne szívassuk, de hát mondjuk ez amúgy is így van. Ugye? Ez nagyon fontos. Meg hát ugye az, hogy a tananyag menjen át, tehát az, hogy abba segítsünk főleg. Ugye ezzel ne legyen gond. Úgy, több az elvárás, mint mikor be kellett menni. Hát... Talán az otthoni munka több. Nyilván, mert hogy most már csak otthoni munka van. Hát nem tudom. De ez most azért úgy a hallgatókat rászoktatja arra, hogy otthon tanuljanak. Ugye, amit én mindig is mondtam már első fél évben is repróbálták minden, hogy otthon kell tanulni, nem az órán. És két hét, vagy heti két órában nem lehet megtanulni programozni. Meg négybe se igazából, csak egyen. Kiderül a számonkérés kapcsán is, hogy mi lesz. De nálunk prog egyen már azért látszódik. Ugye főleg Imre, neked mondom, ugye már... Zsolt, neked már megvan a prog egy, jól tudom. Meg. De nem is szoktam nézni a streamet hétfőn. Jó. Sok tárgyból az sokat segít, hogy most már legalább megvan minden gyakorlatnak az anyaga feltöltve. Aztán az ember lemarad valamivel, arra hasznos, hogy vissza lehessen nézni. Kekerényi, te hova jártál egyetemre? Hol tanultad a progényi? Hova menjünk? Esetleg ha arra droppolunk? Messze van a elég messze van nekem. Hát, kocsival meg amúgy van egy heli is. Ó, oh, akkor mehetünk oda. Akkor kékre? Kékre. Óbudai Egyetem? Az az Óbudai Egyetem. Rúgok a túlsó hátra. Óbudai Egyetem. Hát igen, ott. Az nehéz, igen. Jó, tűnök. Hogy villamosmérnök is széttanultál. Hát igen, a villamosmérnökeknek az... Hol vagyunk? Ja, itt Imre, te is itt vagy. Akkor ne ide jöjjek. Semmi, átjöttem kövire. Ú, ide jönnek. Honnan? Oda hát este. Oké, okay. Két hápa se találok fegyvert. Van itt egy scavenge, azt fölveszem. És pont itt van. Sír. Nekem még semmi nincs. Nekem sem nincs. Na, itt már zúg valami ebbe a házba. Csak jó lenne megtalálni a bejáratot. Igen, itt legalább kis pisztolyjal kezdesz, nem úgy, mint PUBG-ba, hogy... Ja, ...ökölnám. Semmivel. Hát, bentem nem vagyok. Megyek a scavenge-et fölveszem. Ja, a Rikon már megvan. Itt lesz egy M13, ha véletlen valakinek nagyon nincs útja. Megyek. Hántolnak. Pont Renátot támadják. Még messze vannak. Hát, meg ki mást. De a szeret az látszik, hogy csak egy csíkon van.
Ott van a srác. Ja, hozzad a Rikont akkor. Egyébként C nálunk is van, csak hogy így reagáljak. De az egy ilyen pár hét alatt letudjuk, mert a szoftverfejlesztőnek a C az nem biztos, hogy sokat ér. Már nyilván ér persze, de hát nyilván azért nem C++ az, ami a, amin a fő hangsúly van. Mehetünk a shop fele. Akár, vagy a közelebbihez. Hozom a helit. És akkor hozom a loadout dropot, meg egy UAV-m is lesz. Loadout dropot nem... nincs pénzem rá. Dobja? Össze tudjuk dobni rá. Dobom. Akkor vedd meg te. Jó. Tökéletes. Loadoutot dobjuk ki valahova? Vagy majd később? Azt hiszem dobhatod már is. Csak remélem nem a... Nem, nincs felette semmi. Valaki hoz bazookát, vagy hozzak én? Hozhatsz, nekem nincs beállítva olyan. Jó. Én is beállítottam, nem csak szólok a, ezt a loadoutot. Jövök. Eltűnt. Sikerül elérnünk egy létbémet, akkor kell lenni fog. Egy olyan fél órát bütyköltem vele, amire végeztem, de... Hát jó, igen, én is a három alapfegyókat bedobtam, tudod. M4-ed van már, Renato? Szerintem nincsen. Majd azt ajánlom a AR-nek, főfegyónak. Enemit látok, messze. Jó, be se tudom tegelni, mindegy. Ja, 500 méterig nézünk. Lokoljak rá arra a helire, lőjem ki. Ahogy szeretném. Megnézzük. Vagy nincs több lőszer. Nem tudom belőle, hova kellene. Nem tudom. Nem tudom, hogy szépen játszunk. Nagyon a szélén van. Aha. Akár azt megnézhetnénk. Alattunk vannak. Ja. Hol? Pingeltem. Akkor nem látok valami. De látom. Oda a hangárokhoz menjünk. Szerintem nem a legszerencsésebb. Hogy jövök akkor ide mellé. Jó. Egyenlőre. Lesz rakétavetőlő szeretek? Majd lesz szerintem. Kifogytam. Nézem. Kettő van. Van itt valaki? Köszi. Újra töltöm. Nem tudom. Négy... Várjál, megnézem a heartbeat szenzorom. Nincs. Az, bocsi, azt hittem heartbeat szenzorom van. Nekem nem lett átállítva. Elvileg nincs, de ugye van ghostos perk. Az meg ugye... Meg nem tudom, hogy a ghost perk hogy nem látja a szívverését, de... Nézhetjük jó wave-in. Nem kell szerintem. Még most mehetünk a rekonra. Elég távol vagyunk hozzá. Tőle. Kicsit körbe nézek. Az enemynek viszont van radar. Friendly UAV overhead. Senki nincs a közelünk, ott. Akkor átmehetnénk. Ott vannak? Aha. De azt nézem, hogy nem a tetején. De, ott van. Aha. Leugrott? Ugrott. Ott arra szalad. Ott is lesz egy.
de ez messze van. Hát ők nagyon messze vannak. Az M4-gyel esélytelen odáig. Downoltam. Helikopterből ugrottak. Merre? Jó. Menjünk feléjük. Úgyhogy lenni. Hát nem pusolnék, mert itt még lehetnek. Ott biztosan fájtolnak. Csempét számolunk? Ott mennek kocsival, nem látszódik arra. Ja, látom. Megy még egy utána, gondolom akkor az egy squad. Meghalt, aki ott downoltam. Sír. Team wipe volt? Nem. Megy egy felé. Megy egy kamion is. Aha. Nekem nincs sniperem. Nekem meg ammo nincs. Sniper? Nincs sniper ammo. Dobok. Nálad. De, van 16. Ja nem, nincs. Az utolsó. Kösz. Köszi Kekerényi, hogy hallgatsz. Szuper. Hát nyomjunk most ebbe a fél évbe ezt a távoktatást. Átálltunk el. Két kamion. Csak nézem, szerintem ott a templomnál nincsenek már. Aha. Hát van ott valaki. Én meg azt nem tudom, tudtad-e, Renato, hogy az például ott nem jelöli másnak, csak a mi csapatunknak. Tehát több loadout dropot rak ki egyszerre. Menjünk helikopterrel, vagy mehetünk gyalog? Odaig mehetünk gyalog szerintem. Szerintem itt a hegy felől menjünk. Megyek. Ugye nyugat felől elég lövöldöznek. Hát Ninja Raccoon, nekem igazából mindegy. Én amúgy szeretek bejárni és oktatni, de így is megoldom, tehát igazából teljesen mindegy. Ez a jó tényleg ebbe a témába, hogy lehet nyomni itthonról is. Hanem a számonkérés az, ami kicsit majd kíváncsi vagyok, hogy fog működni. De mondom, nekem igazából mindegy. Mondom, jó, nyilván sok esetben azért a személyes kontaktust azért nem lehet kiváltani. Mert tényleg azért jó, hogyha az ember rá tud nézni jobban is ott a kijelzőkre, vagy járkáló körbe órán, ahogy csinálják a feladatot a hallgatók. Ez egy más megközelítés, itt más metodika szerint kell csinálni. Hát igazából szerintem a prog az nagyon sokban nem változik, mert ugye így is úgy is védés lesz, nem? Hát igen, csak ugye nem ott személyesen a teremben, hanem ez a YouTube-os, tudod, ahogy... Ja, lehet, hogy te nem láttad, hogy Norbi leírta, mert ugye már rád nem vonatkozik. Hát mit, nem láttunk valakit itt? Nem láttam. Viszont jön egy cluster strike, jól befelé. És ha bent vagyunk, az segít? Aha. Jó. Akkor lehet, hogy... Szerintem West felől küldték ránk. Szerintem akkor láttak még. Még nincs ott senki, csak kilövöm az ablakot. Nem jobb olyankor csak ütni, hogy ne hallják a lövést? Hát figyelj, szerintem már ránk küldtek egy cluster strike-ot. ott mutatja az UAV. Abban a házban, akkor jól tudtam. Hát kinézek, de lehet nem kéne. Azt az ablakot nézem. Nem kukucskálok, mert kiszednek. Aha, a tablakba. Rakétavető az oda nem lokkol. Igen, a bal oldala. Átment a jobbra. Ja, mindkettő is ketten is vannak. Lőttem, de még nem tört. Egyet downoltam. Ketten vannak csak, pusoljunk. Szerintem igen. Akkor menjünk, nem? Nem szeretem annyira a rezidens játékot.
Addig tartom, amíg futok. Jó. Bedobok egy nédet. Melyik utolsó? Lent vannak. Egyik felment, downolva. Ott van lent. Jó, ha kijön, megölöm. Jó, szép. Szép. Egyébként megyek. Felülre dobtam egy nédet, vigyázz, ne menj fel. Jó. Team wipe volt, nem? Aha, egyből team wipe volt. Jó, de már wipe volt, válka volt. Ja, sorry, nem szóltatok. Na. Jó. Boltot is nézhetnék, jó évi, az jó lenne. Itt van a heartbeat szenzor. Azt felhozom akkor. Jövök. Köszi. Lehet nem ez lesz a legjobb ház. Nagyon könnyen nédezhető. Hát igen. De egyelőre szerintem jó az. Akkor mi ez most ilyen körszéle taktika jó ebbe a játékba? Csak mert volt egy idő, amikor így a, például PUBG-ba mindig mentek be a kör közepére. Vagy mindegy igazából? Hát szerintem emberfüggő, hogy kivitjátszik. Úgy jó, mint PUBG-ben, ja. Mondtok, hogy milyen az embernek a playstyle-ja. Torony tetején. Mi lőttünk? Aha. Ott van torony tetején. Nézem. Nem tudom eltalálni. Nem is látom, lentről fekszik. Jó. Meghalt. Egyedül volt. Ja. Ott a tetőn. Szerintem lassan majd mehetünk. Armorról ügyelek, hogy álltok. Három van még. Nekem négy. Öt, bocs. Én szerintem felmegyek arra a toronyra. Itt haltak. Jó. Ja. Még van ammo. Bombulok. Meg van gázmaszk. Gázmaszkom nincs. Ezt szerintem vedd fel Renato, ez a legjobb fegyver. Nem tudom most milyen van nálad. Aug. Nézd a házot Easton. Itt esik egy. Nagyon kapta. Rakéta veszik. Hát el fog menni. Robbantottam. Hát... nem mindig. Vagy nem. Szaladnál. Az viszont nem jó, hogy azt elvitte. Hát nem. Szerintem nagyon lovos volt. Hát egyedül van. Felmegyek a torony, nézni. Én szerintem nem muszáj. Para agresszív, így mindig a körszéléről pusoltuk az enemit, nem középen kempeltünk. Hát igen, amúgy lehet sokféleképpen játszani egy ilyen játékot. A kempelést én sem szerettem soha, mert unalmas. Tehát most ügycsöröksz ott 20 percet, vagy akármennyit. Nem vagy lelőnek, vagy nem. Hát igen. És így 20. vagy 10. helyér, mert azzal első nem gyakran az ember. Hát igen, meg ugye ott nem is gyakorlod a lövése, meg semmit. Tehát most ügycsörögni bent, hopp, ott egy ember. Hol? Még ott van a srác. Nézd. Hopp, megy el. Meghalt. Nice. Így csak megnyomtam volna a bal gombot. Ott is van. Így az túl messze van. 2-12 felé a hegyen. Tehát ez minket most nem érdekel. Inkább ami itt előttünk van erre. Ott kell szétnézni. Engem lőnek! Itt downoltam egyet. 100 felől. Pont azt. Itt van 125-ről lőtt. Teljes csapat. 150. Egy ott tegem van. Másik kettő házba. Kaptam. Próbálok sneakelni oda. Downoltam ott egyet. Házba vannak? Aha.
Ez már kifutott. Jobb oldalán. Nézem. Jön ide, jön, jön, jön. Csak itt látszódom, az a baj. Kaptam. Armory tört. Nem fogok rá látni. Az egyik ott van a távolban. Sőt, mindegyik. Ott. Most a karácsba van. Bementek abba a, abba a házba. De csak kettőt láttam. Lőnek fenti ablak. Renato, mi történt? Server disconnected. Ismerős. Lenti ajtó, oldalról. Hát, bocs is rászok. Én még lehet visszajövök, megint az RTQ-ba. Akkor itt a dimagoljuk. Megyek. Napjaink videójátékai. Gulag winner. Ugorjak rád? Hát... Itt elég hozzá. Majd jöttek erről a házról is. Próbálok fentről infózni, de nem látok senkit. Jönnek alád, ahol mi haltunk Renátóval. Jöjjenek. Kis ház. Há, full squad, full squad. Igen, azért is álltam megint inkább itt. Igen. Jó, engem leszettek. És most vissza se tudok menni, mi? Nem. Nem. Hát, hey. Bocsi, bocsi srácok. Igen, ez a kod. 60 euró lenne egyébként ez a játék? Hát... Annyi is. Az a single player meg a sima multi, tehát nem a Battle Royale-os. Hetedikek lettünk. Hetedikén. Wow. Az jó, jó, jó. Akinek megvan a Battle Pass, vissza tud menni. Hát igen, igen. Nem tudom, például egy ilyen LOL-ba ez triviális. Jó, mondjuk az nyilván azért egy régebbi játék, már ilyen értem, ez egy kicsit kiforrottabb így, de... Rájött azért figyel ezekre. Na jó, pörgessünk még egyet? Mehet még. Mehet. Jó, 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 akkor hívjatok vissza. Engem is. Valamiért szétdobott. Igen, mert az ingyen van, ez meg nem. Aha. Hát igen. Jó, mehet. Mehet. Két kör alatt még nem volt kill-em. Na, akkor már előtted vagyok. Nekem volt egy. Köszi, Ceva. Hello, Kekerényi. Inkább maradjunk kodnál. Hát én nem Fortnite-ozok. Kipróbáltam azt a játékot egyébként, mikor kijött. Azután egy hónappal talán, még tényleg nagyon új volt. Akkor még ez a nagy építés még nem volt ennyire menő, vagy hogy mondjam. Akkor még úgy élvezetesebb is volt a játék. Aztán bejött ez a nagy építés láz, és azóta így nem az én világom. Akkor még a community is másabb volt. A legelején. Hát igen, igen. Ja, csak a Fortnite-ot viszi a géped. Aha, hát... Igen. Mondjuk, ha a Fortnite-ot viszi, akkor valószínű a Cségót is. Bár fene se tudja. Most a Valorant-ot látod már, Renato?
Igen, most néztem egy kicsit a VR streamet, Jani nyomta. Jónak tűnik. Nem tudom, nekem egy első ránézésre nem nagyon tetszik, mert olyan, mint hogyha így szaggatna. Ha úgy szaggatna, hogy nem ilyen folyékony a mozgás, nem ilyen fluid. Ja, aha. Meg a... Hát szerintem kb. Semmi élet nincs benne. Tehát ugye itt például a kodba lősz egy fegyverre, annak azért látszódik is, hogy lősz vele. Főleg egy ilyen AX-50-nél. Ott meg tényleg csak egy picit lejjebb megy a fegyverem. De csak az én véleményem. Hát, meglátjuk. Szerintem megjelenik, azt is ki fogom próbálni, ha már úgyis ingyenes. Hova megyünk? Javasoljatok egy helyet. Szerintem mehetünk valóban ide. Jó. Igaz, hogy oda fognak ugrani, de megnézzünk egy early fightot is. Max. Akkor ugorjunk is, nem? Biztos, hogy járkorsra nem. Jó. Már holnapot várom. Kezdődik a harmadik szezon. Kodba. Hány gigás lesz a patch? Szerintem egy olyan 100. De én ezt egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogy lehet az, hogy egy... Amúgy én ugye 2 hete telepítettem, valami 90 gigát töltött le. És ilyen valaki megkapott egy 120 gigás update-et. Tehát ez most hogy van akkor? Oké, még most ugye bejön plusz content. De amikor egy bugfix, 75 gigás update. De mondom, hát, csak bugfix volt. Jó nagy bug volt valószínű. Jönnek ide. Spoj. Engem már lőnek is. Miért is ne csak armor plate lenne itt? Downloadtam azt, aki lőtt téged. 6. Shotin meg LMG-n van. Nekem is. De tudjátok, legjobb hogy a... páros. LMG-vel úgy kell lőni, hogy rányomod a gombot, és nem engeded föl. Az hát van meg, aki... ráraksz egy követ. Az van meg, aki hamarabb fölengedi. Igen, az LMG az ilyen bátorság próba. Találtam egy hardinket. Kapta a shieldje. Honnan? Ezt sem nem láttam, hogy honnan. Nincs egy shieldem. Engem is lőtt. De én tudok dobni egyet szerintem. Ha? Meg mindig felül van? Igen. Meg felül. De honnan, hogy tudok kettőt is dobni. Basszus, csak shotin van. Jó, down. Én jövök belentra. Egy meg itt van közelünkben. Haladtunk rá NATO. Downoltam, megöltem is. Oké. Team wipe? Nem. Van egy scope DR, hogyha kell. Nézem heartbeaten. Van egy 20 méterre. Vesztfele. 40 méter megy el north. North? Nem south? Igen. Ja. Nem. 300... Nem. 35-50 között. Kinézek. Hát innen nem fogom látni szerintem. Szerintem ebben a házban van. Igen. Teged. Ott ebben. Ott jön. 34 méter, aha. Nagyon közel van hozzá. Utok rá. Ez down all. Halt. De odaérek, meghal. Nem tudom, onnan lőttek szerintem ott körül. De valami fegyver. Itt erre van Scar, Fawn, Dragunov. Jövök akkor. Felelő volt, azt hiszem. Aha. Armor plate-et vegyek valakinek?
Nekem, én tudok nekem venni nagyon egyet. kéne, mert nincs egy darab ott sem. Van, ott van. Be is teszem. Itt azt hiszem fenn voltak a fegyverek. Itt van a FAMAS van. Már is. Nem tudom honnan lőttek. Valahol North fele. LMG cserénik LMG-re. Ti merre vagytok? Ja itt, jó. Ha. Figyelj, van itt LMG. Hát ez az, hogy... De mondom, itt van egy fokkal normális opér is. Például itt a SCAR. Hol lent? Tegeltem, felül. Itt középen tudsz átjönni. Itt feljössz. Aztán itt középen van egy létre. Ja jó. Shieldet felszedted? Mhm. Ezt az LMG-t leteszem, mert... Airport fele menjünk majd valamikor? Na, én nagyon nem szeretem azt a helyet. Jó. Inkább akkor már éjszak felé. Tényleg oda felkempelnek a towerbe, a airport tetejére, aztán sok sikert. Valami... Inkább valahol ide kellene jönni, de... Arról lőttek, ugye? Valami küldit nem veszünk fel? Na, én megnézem, hogy hol vannak. Éjszakon lenne két igazából is ott van. Itt például. Rámehetünk. Azt ja, menjünk. Vagy itt felmegyünk. És akkor felülről nézzük. Az is jó, menjünk fel akkor. Kocsi igen. Van valahol. Az, amit a kocsit. Itt van. Én nézem éjszak fel. Nincs jobb sem, csak szólunk. De ez a fizikához nem is kell. Hát, igazából. Törve volt az ablak. Köszi, hogy szóltunk, srácok. Leestem. Jó. Fogadóra mehet a backseat egyébként nyugodtan. Ezt a scavenger tegenem. Szerintem itt lesz amúgy, szóval inkább valahol itt állok meg. Van valakinek jó évi? Nincs. Nem, nincs. Bár mondjuk itt tetején nincs semmi törve. Itt megvan, megvan minden cucc. Az lent, ugye? Aha. Aha, még először nézünk itt szét fent szerintem. Ezt itt hagyom Renato, hogyha kéne fegyver. Ó, oh, azt meg is nézem. Scout lecseréljük. Itt van egy nem rossz M13. Menjen egy rekom. Vagy a scavenger-t csináljuk? Szerintem csináljuk a scavenger-t. Mm. Jó, akkor vegyük fel. Ja, már fel van, bocsi. Ott tegyem be. Nincs armorja. Down all. Ti vagytok helikopter, nem? Nem. Lőnök is van egy ember. Inkább ugorjunk le. Nem kéne keresztőz. Ó, oh, basszus. Megpontottam a sziklán. Egy down-olva van. Leszettem. Fönt vagy még? Mögöttünk. Ja, jövök le. Gyere le, gyere le, gyere. Jövök vissza. Jövök. Á, a sniper, nézd! Ah, baszki, onnan nem tudom fedezni. Jó, vagy felettünk vannak. Itt is vannak. Á, mögöttem is van. Elmentem minden akkor. Én megyek oda a loadoutra. Jó. Ott jön egy alattam, azt megölöm helikopterre. Én látom. Á, nem tudom. Ott ugye? Itt a hídnál. Mindenhonnan itt, engem lőnek. Innen hátulról jönnek. Itt is van egy srác. De innen elmegyek szerintem valahova.
Merre vagy? Felszedni. Itt voltam loadoutnál. Kiugrottam. Na jó, ez nem direkt volt. Mapot néztem közben. Renátot még nem tudjuk viszolni. Jövök felé, de hogy tudok. Már itt van egy felettem. Gyere, hajj, de jók ezek a sziklák, hogy nem lehet rájuk esni. Jó, én nem megyek. Sokan vannak, két squad minimum. Van ott kocsi? Megpróbálok a lóidén. Együtt jön. Ott két squad fight-ol egymással. Ja, azt vágom. De nekem nincs álmom, szóval szaladok onnan. Majd erre nézem. Jövök vissza. Ez igen. Szerintem te is valahol erre, gyere. Mert én vagyok. De mondjuk ott van egy kocsi, szóval nem biztos. Várnak megállni. Megyek akkor feléd inkább, ne legyünk egy buraszéjjel. Jó van. Inkább itt lehet lejjebb jót. Csak az olyan, a mó nincs. Vehetünk egy munition boxot, van rá pénzünk. Ez elég necces volt. Ott az a buy station-nál annyi bajom van csak, okay, hogy ott voltak. Mm-hmm. Sírt turret, azt hittem, hogy valami jobb. Nézem heartbeat-tel. Jó. Miért is tudnék itt feljönni? De szép aranyszíni. Golden AK? Ide kéne bejönni arra a Police Station-re, mert itt van ammó. Én itt eljöttem túrázni egyet a hegyekbe. Mi is ott nyomtuk. Jövök utánatok csak. Papíron üres. Nem látok senkit. Itt lesz az ammó box. Ez a Police Station-re automatikusan spawnol. Nekem amúgy lőszerem, hát valamennyi van. Felvetted az ammót? Renátom. Fölszintem volt refill. Igen? Itt van egy refill station. Ó, oké is. Kösz. Nem teljesen, de feltölti. Azt kell kitalálni, hogy hova mentek az emberkék. Hogy miből szerezzünk pénzt. A late game-ben megint UAV nélkül nem kéne bemenni. Tudod, erre vannak. Militarira. Én is arra gondoltam, hogy oda feljolózni. Mehet. Itt csak egy squad van. Várj meg. Kösz. Mehet. Ah! Na jó, menjünk innen. Itt van egy ember áll. Jó, ez nem lesz jó. Nem. Nyilván engem szedtek le, bocsi. Nem tudom, hogy amikor rajtam álltál. Itt C4. Én még gulágozok. Gyerünk 3-ból 3. Egy golyó. Nem volt szerencsés. Nem. Na, hát, srácok, azért szerintem faszót, nyomhatunk még ilyet majd. Meg hogyha lesz majd még ilyen fogadóra, most tényleg ezt csak így próbaképpen megnéztük. Viszont nekem mennem kell, úgyhogy tényleg elköszönök, meg tényleg köszi, hogy
hogy jöttetek játszani. Hát, majd legközelebb Mi is nyerünk is. köszönjük. Köszi. Ja. Legközelebb majd biztos nyerünk is. Oké is. Na hát, köszi szépen, srácok, még egyszer, hogy jöttetek. Hello, hello. Mi is köszönjük. Hello. Hello. Na hát, nektek is megköszönöm, hogy jöttetek, bár mondjuk kérdést nem nagyon tettetek fel így a fogadóra kapcsán, csak ilyen pár apróságot, de hát mindegy, meglátjuk majd. Kicsit lehet, hogy lesz ez rendszeresebb is, majd még ezen még majd alakítunk. Jó? Úgyhogy, na hát, még egyszer nektek is köszönöm, hogy jöttetek, és akkor majd folytatjuk. Hát, vagy következő órán, csütörtökön, ugye, igen, csütörtökön 10-től, vagy hát a következő ilyen fogadó órán. Köszi szépen, sziasztok!